Right, yeah. Nah, nah, nah. Jó. Nézzük meg ezt. Az most mi lesz ilyen a téma? Hozzatok fel valamit, az hogy válaszolgatok itt. Asszem. Most komolyan felhoztad a... Tesó. Figyeljetek, ha esetleg megkérdeznétek, azt mondja ez 2, 4, 6, 8, 9, egy darab hiányzik, azt jó lenne, hogyha közösen kiderítenénk, hogy hol van. De sem bármi kérhetem. Mert tudod, mert folyton lépnek. Hozd már föl, légy szíves, azt a gyülekszet, mutassuk már meg. Hát ez promó. Most nem baj, nem baj, figyelj, nem számít. Nem értem, hogy miért kell belepusolni gyerekét ilyen f***ságokba. Tényleg nem értem, hogy miért kell a gyerekedet ilyen szituációkba tenni az interneten. Amúgy is rengeteg pénzük van. Erre felesleges ez a proli, undorító, semmit érő ipacskodás. Ótvar, bazd meg, ez hírnév. Van hírneve szerintem a Silló Istvánnak eléggé amúgy az üzleti szférában is. Sőt, az üzleti szférában való hírnevére szerintem eléggé negatív hatása van az, hogy a gyerekeit így kirakja az internetre, és undorító dolgokba viszi bele őket. Hányadék? Nem értem, hogy miért csinál valaki ilyet. Nem bírom felfogni. Tehát a gyerekem lenne, még az internetet is megtiltanám neki, nem, hogy még felrakjam az internetre, meg ilyeneket. 14 éves gyereknek mutogassam a durák szemet, meg izé mutogassam a saját gyerekemet, érted? Kamera előtt, Instagram live-ba a saját gyerekemet, hogy hova tűnt a durák szemet, amit én adtam neki, azért, mert most már nagy fiú. Alapból, ha... Nem, most tegyük föl, tényleg, normális szituációban, jó? Adsz egy durák szemet a gyerekednek, mert úgy gondolod, hogy már elég felnőtt, meg beszélget lányokkal, vagy faszom tudja. Miért néznéd meg szülőként a gyereket szobájában, hogy egyáltalán fogyott-e el belőle? Ez milyen dolog? Hányit tudnék ettől az embert? Minden egyes pillanatban felbasz. A Normanon is látszik, hogy nem akarja. Persze, mert az lehet, hogy fölfújja Luffynak, vagy a faszom tudja, és akkor őt meg beleviszik ebbe. A saját apja viszi bele egy ilyen kínos szituációba, hogy most akkor biztos szexelt. A gyerekek meg nyilván azt fogják hinni, hogy a saját testvérével szexelt, mert 8 évesek, meg egy lány van a képernyőn. Hát vajon kivel szexelt? Hát az anyjával biztos, hogy nem. Egy lány van a képernyőn, és kis agyukban összekötődnek a szálak. Na, ne haragudjatok, de ez nagyon felkúr. Csak egy szám kivetett, mert a blázi levet, mert a lány itt legecs, valami hívni megyet, mi meg két idegen, megyünk csak azért, hogy... Ez a srác idegen, de én nem figyelem, ott vagyok szigeten, már várom ridegen, a nevem viselem, evezek vizeken, kimegyek vizesen, a faszom fizetem, de nem hihetem, a pénzem kiveszem, nem vihetem, a zsákot cipelem, ez a sikerem, a csöcsöm kiteszem. Nem tudom, vágod, kibaszott rímszótár, a King Bay-é, mix... Úristen, ezt a King Bay-é kevert, ezek megvásárolták a King Bay-étől, hogy kikeverje, és hogy megcsinálja. A zenét is ő csinálta. Na jó, figyelj, ez a bláz hidegebb, szám kivetett idebent, hiteget, kimegyek idegen szívemen. Amúgy eljön az az idő, mikor mennél, mikor fejbe vág, hogy nem tudod többet adni ennél. Értenéd, amit mondok, hogyha ugyanazt éreznék, és nem úgy mennél el mellettem, mint ha idegen lennék. Mert nagyon jó lenne, hogyha mint régen megint áthívnál. Gondul voltam rajtad, amikor aznap rám írtál. Felejtenélek, de a szívem az már más diktál. Én tudom nagyon jó, hogy jobb vagyok a másiknál. Most ne haragudj, hogyha ezt a B-é keverte, akkor én nem tudom, hogy itt mi történt. Mennyit fizettek neki? Ez a ház hidege, csak egy szám kivetett, mert a bláz ideben. Ez a rész jó amúgy, a refrént jól megcsinálta. Na Missy. Az nem jó. Kilenc-tizenegy holnap lesz. És ez így most. Meghalt? Egy apa és egy fia volt a gépen. Bro. Ezt nem hiszem el. Hát ez szörnyű. Rest in peace, bro. Az meg, az nagyon para, hát ez nagyon durva, hát ez szörnyű,
Múltkor egy helikopter repült bele a Balatonba, azt is láttam. De ott nem halt meg senki valószínűleg. A víz egy kicsit biztonságosabb, mint egy kurva nagy robbanás és impact. Na figyelj, kis haver, mi van? Gyere, kaparc szét a kopasz fejem, gyere! Nagyon cuki. Találkoztam a pilótával, aki repült sokáig, azt hittem, hogy az én oktatóm volt a hátsó ülésen. 35 órán van, eddig egy Cessna 150-esen. Nyugodtan kérdezzetek. Ja, hogy te is repülést tanulsz, gondolom. Ilyen picike repülőgépeken. Mi a fasz, 1000 éve erre vártál, akkor mi aggaszt? A vizé jutott eszembe. Igaz történet alapján mindenki életébe. Hogy különböztessem meg a lányt? Ez a lány. Tök mindegy, hogy élet vagy Tinder, vagy akár. De szép vagy. Köszönöm. Most hagyjuk ki azt a jelenetet, mert hosszú lenne a live, vagy udvarolók, stb. Várjál, hánynom kell. Bocsánat, csak üttem. Én is üttem, mert bátortalan lettem volna itt a diszkóba. Na de jó, iszunk együtt. Persze, gyere. Mi a fasz? Én is ezt szoktam mondani, hogy mi a fasz. Én is mindig azt mondom, hogy mi a fasz. Nagyon szeretlek. Én is. Mi a fasz? Jó, hamar összejöttünk. Igen, mi a fasz? Hát mi a fasz? Ez egy felnőtt ember, bro. Pablo. Mi történt vele? Mint bárki más. Pansz meg nem nemítottam le a telefont. Le kellene némítani a templomban a telefont. Elnézést. Urak! Törj össze neki! Apa streamelek! Ez nagy kép. Menj ki! Pansz meg fejön félbesztálni! Egyszerre helyben, vénásan geci! Tudod, amikor össze van löttyintve, és akkor be tud csöpögni azon a szaron, hogy hívják? Infúzió. Erre jönnek mindig, mert egy patkány elhíresztelte, hogy ez rossz, hogy Peti, mit képzelsz, hogy algopirint kapott a kutya? Hát úgy, hogy az orvos írta fel, bazd meg. Ezt nem hiszem. Amikor a nokedli nokedliket nevel. Hú, de utálom az ilyet. Sőt, van már olyan... Én azt imádom, amikor az idióta, agyhalott, alkoholista ember szektás barmokat nevel. Felnőtt embereket ráadásul. Na ezt, én azt ítelem a legjobban. Hogy a nokedli a szülő. Szerencsére te neked ezzel nem lesz problémád. 17 éves tolja a babakocsit, geci. Jó, mondjuk dugnám én is, az biztos meg kurva jó nő. De bazd meg, miért van gyereke? Hát óv, szer, móni. Vagy abortus. Hát igen, nektek is ez kellett volna, hogy mielőtt megszülettél, mondjuk az apád óvszert húzott volna a farkára, hogy részegen ne dugja meg anyádat. Ilyen ember nem jött volna világra, és nem okozott volna ilyen kibaszott mennyiségű kárt a magyar interneten. A gyerek tolja a gyereket? Mit fog tanítani neki? Hát még mindig jobb, mint hogyha felnőtt tolná a gyereket hátulról egy kamerával a seggébe. Hogy a dörmi az finomabb, mint a nápoi. Élettapasztalat egyenlő nulla. Gratulálok. Neked is kurva sok lehet, hogy a szobában ülsz és vedelsz, és a TikTokon pofázol. A nemzéshez. Na ugyanez az izé. Ma nincs nézem. Hát akkor így járta. Annyit fogsz tudni az életről, hogy mindenkibe bele kell kötni, pedig nincs is igazad. Wow, de egy tojásrántottát még nem dobott össze szerintem sok. Hát figyelj, szerintem csak irigy vagy azért, mert a 17 éves lánynak gyereke van, és 17 évesen lehet, hogy többet szexelt, mint a 43 évesen. Szerintem ez lehet mögötte, amúgy. De sajnos szopatlan maradsz, Herbikém. Az a baja, hogy ő nem apuka, hogy nem ő az apuka. Ja, igen, valószínűleg ez a problémája. Én nem gyermekbarát content. Jaj, múltkor eszembe jutott. Az egész internet nem az, bazd meg. Meg hogy családbarát vagy nem családbarát. Hát összeosztod a családot. Múltkor akkor akartam beírni, hülye voltam, amikor hárman bejelentkeztünk, ott az egész család. Ez nem családbarát, csak úgy üzenem annak, aki szarkodik. A családbarát tartalom az azt jelenti, hogy a család megnézheti a gyerekkel nyugodtan, anélkül, hogy káromkodás lenne benne, meg káros dolgok
az, hogy a családi ebédnél három alpár idióta leül, és kajázás közben osztják az észt, attól még, hogy a család ott van, az nem lesz családbarát tartalom. Pali egy kicsit félreértette, de hát a Hörbivel barátkozik. Szóval el nem tudom. Olyan sokat nem várok el tőle. Faszopó, 22 éves manin, embertelen, gyökér, geci, bűnöző, gonosz. Még azt is tudja, hogy hány éves vagyok, de ő nem nézi a videókat. Igen, beszélgetni. Monster, bazd meg, Amerikában csak úgy hívnák, hogy szörnyetek. Hát annak lelke. De legalább tud angolul, ezt az egy szót megjegyezte. Nincs. Belekötött a kutyába, meg rozinába. Hát ez milyen ember ez? Az a szép. Ja. Tönkre teszi az életét egy kutyának, meg egy gyereknek. Te meg a családnak az ebédjét teszed tönkre azzal, hogy ott pofázol ezekre a dolgokra, amikor ők csak enni próbálnának. Istenem, ezt nagyon verném. Na. Dombóváron lakik még mindig? Így, jaj, de megijedtem, Szerintem a karom nagyobb, mint a feje. Fogpiszkáló kezei vannak, hagyjuk már. Két pofomból feküdne, egy pofomból feküdne, bal kézzel ütném. Ugyanaz ez belőle, mint amikor a Merci akart lejönni Mazdával és átmenni rajtam. Valószínűleg igen. Sümegi stickman. Megyünk? Megyünk. Fizetem a benzin. Fűrtojás. Fűrtojással. Már mindent fűrtojással akarsz fizetni, mert nincsen rendes pénzed. Ugyebár nem küldik az emberek. Fűrtojással fogja kifizetni a benzint. Még a boltba is azzal fizetne, hogyha tehetné. Kicsit se szánalmas. Ja, az kell. Hú, az kész, tarakasz kész. Hát, nem is ezt kész, tarakasz kész. Dankoros embere. Sarokban megmondta magáit. Én már nem is. Ortobágy közepén eltemetjük, nem? Na, mizébe kell dugni. Dunába vagy malacoknak, vagy tárnába. A malacok, nem a blöffbe volt. Te is Brad Pitt függő vagy? Ja, harcosok klubja, blöff. Kis agresszivitás, meg ilyenek, tök jó. Igen, ő a normális ember, hát ők a jók, nem látod. Téged Amerikában Predatornak hívnának, Herbert. Ez sokkal jobb, mint a Monster. Imádom, hogy ti mindent elhisztek. Ja, ez csak a poén kedvéért mondta. Ja, bocs, elfelejtettem nevetni rajta. Az én hibám. No way, bro. Jézusom, geci, valaki megcsinálta Auschwitz-et Roblox-ba erre a zenére. Megőrülök. Elég volt a háborúban. Na, majd az Orbán véget vett neki. A 7 éves Bogdán boldog gyerek volt. Sok barátja volt, és jól tanult az iskolában. De a háború mindent megváltoztatott. Na ne. Bogdán apja életét vesztette a harcokban. Egyike lett a sok százezer áldozatnak. Később Bogdánék házát eltalálta egy bomba. Egy a több tízezer otthon közül, amely megsemmisült. Végül egy menekült táborba kerültek. Bogdán szinte mindent elveszített. Azt azért beleírhatták volna, hogy egy magyar menekült táborba jöttek, hogy milyen jó fejek a magyarok, hogy befogadták őket, és hogy ezzel is szimpátiát nyerjen a Fidesz. Én ezt meg azért beleírtam volna a helyükbe. Egy élet a sok millió közül, amelyet tönkretett a háború. Elég volt a háborúból. Itt az ideje a békének. A film igaz történet alapján készült. Wow. Az orosz-ukrán háború kitörése óta 5100 Ukrajnából menekült gyermek jár magyar iskolákba és óvodákba. Beletették. Így legyen ötösen van ottón, geci. Ó, Istenem, hogy fú, a pusztulat, az színtiszta pusztulatot érzek, tényleg. Tetszik a tükröződés a háttérből? Amúgy igen, de szerintem nem kibált, hogy mi van a képernyőn, nem? Nem látszik. Mit csinálsz? Megijedt a macska. Megnézed a meleg fickókat, hogy csókolóznak, hm? Megnézed őket? Kapod az LMBTQ propagandát, kisereg. Nézd csak! Látod? Látod, hogy csókolózik a két fekete fickó? Ezt nézd! Hogyha az Orbánra szavazol, akkor őket megöljük. Szavazol rájuk? Hm? Szavazz a Fideszre, kis cica. Nézzétek meg! Hát mennyire aranyos! Imádom! Igen, most látja a tükörképben meleg fickókat, akik csókolóznak, igen. Harab meg őket! Tudod, kinek a hibája? Ez a Gyurcsánynak a hibája, hogy ők csókolózhatnak.
Ezek csicska soros bérencek, azért csókolóznak ám. De az Orbán meg fogja menteni a hazánkat. Meg fogsz menekülni. És te nem leszel meleg cica. Nem, nem. A cica óvodákban nincs helye a drag queeneknek. Egy drag queen cica se fog menni az óvodába. És kész. Mivel? Én nem beszélem tele a macska fejét. Jó, de hogyha fideszes lesz... Ne hallgass rá! Ő is a Gyurcsánynak az embere. Szerintem ennek a macskának több esze van, mint Herbinek. Amúgy ez lehetséges. Ne hallgass a Szandrára. Ő is csak egy csicskasoros bérenc. Itt röhög a másik szobába. Vágod? Itt röhög, de ő a Momentumra szavazott, vágod? Ki a faszom szavazik a Momentumra? Látod, még ásított is, igazam van. Nem tudom a fejemre tenni szerintem, bro. Szét fogja karmolni. Ne fog esni a párna, öreg. Nem arra van kitalálva, hogy macskák üljenek rajta. Addig, hogy bepózoltam úgy, kajak. Ezt most kirakom Instára. Ővel amúgy lehet kattintásokat szerezni, az megvan? Csak azért szereztük, hogy legyen belőle content. Nektek is szép álmokat. Szép álmokat, brók. Na most gyere elköszönni. Hurrá! Na császtok. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.